A gímszarvas kifejlett bikái nász idején, szeptemberben sötétedés után bőgéssel hívják fel magukra a tehenek figyelmét. A háremüket őrző hímek riválisaik elriasztása, erejük fitoktatása céljából is bőghetnek. Ilyenkor gyakrabban tűnnek elő az erdők mélyéről, zavarják meg az autós forgalmat, és sokszor túl közel kerülnek a gépjárművekhez, ami a vad pusztulását is jelentheti. Ilyenkor az autósnak értesítenie kell a hatóságot. Tudni kell, hogy a vad ugye az a állami tulajdon, amit a vadásztársaságok kezelnek, akkor, hogyha elütünk egy vadat, az nem a miénk, el nem vihetjük, és nyilván célszerű azonnal a rendőrnek szólni, a rendőr fogja értesíteni a területi illetékes hivatásos vadász, aki kimegy, szemrevételezi, a vadat nyilván ő fogja elvinni, ő rendezi annak a további sorsát, a rendőr pedig a szükséges dolgokat megírja, és akkor az autóvezető is nyugodt szívvel lehet, hogy rendeződnek a dolgai, illetve semmi olyat nem tett, ami jogellenes lenne. Érdemes körültekintően vezetni azokon a szakaszokon, ahol vad jelenlétére kresztáblák is felhívják a figyelmet. A szarvasok, őzek és vaddisznók mellett az apró vadakkal is vigyázni kell. Sokat segít, ha észrevesszük a villanó szempárt az út szélén, és csökkentjük az autó sebességét. Mindig mérlegeljük az út és látási viszonyokat. Sokszor célszerűbb, főleg egy apró vadnál, bár a sebesség csökkentését mondtam, ez nem biztos, hogy hirtelen csökkentéssel érhető el, hiszen egy esős, ködös, nyírkos úton, ha egy hirtelen fékezés mondjuk egy fácán vagy egy vadnyó miatt megtörténik, lehet, hogy egy kis káreseményben egy nagyot csinálunk, hiszen a zárokba borulunk, és úgy sokkal súlyosabb sérülést fogunk szenvedni, hiszen nem maga a vaddal való ütközés lesz az, ami a baleset következményét adja, hanem csak folyamánya az, hogy árokba borulunk, fának ütközünk, és így fogunk megsérülni. Az óvatos vezetés ellenére is előfordulhat ütközés. Az autóban keletkezett kár nagysága több százezer forint is lehet. A biztosítók már ilyen esetre is kínálnak megoldást. Vadak által okozott károk számra sajnos évről évre nő. Azt szoktuk javasolni a kötelező biztosítással rendelkező ügyfeleknek, hogy kössenek a gépjárművük mellé, tehát a kötelező mellé mindenféleképpen egy kaszkó biztosítást, illetve most már kiegészítő közül is lehet választani a vadkárbiztosítást. Nagyon olcsó ez a módozat, és megfelelő biztosítási védelmet nyújt akkor, hogyha egy vaddal ütközik az autós. Elég nagy károk szoktak keletkezni, tehát elég, hogyha egy lökhárító sérül, vagy akár a szélvédő, több százezer és sokat ezeknek a károknak a száma. Ezért érdemes felkészülni a baleset veszélyre, viszont van lehetőség tréningezni is. Az úgynevezett rénszarvas teszt segít a hirtelen kormánymozdulat gyakorlásában, amely a gyalogos gázolás elkerülésében is fontos szerepet játszik. Erre vannak vezetéstechnikai pályák is, és egy tanfolyamon szakoktató vezetésével el lehet sajátítani a fogásokat.